Sziasztok! Amíg itt szép csendben bugyborékol az év egyik utolsó főzete, addig gondoltam beszámolok az idei verseny eredményekről is, hogy ezt tettem a tavalyi szezon kapcsán is. Idén jóval kevesebb érmet láthattok itt, ugyanis összesen csak két versenyen indultam, viszont az nem akármelyik verseny volt. Úgy voltam vele, hogy az idei évben két olyan versenyen indulok, amelyek talán a legrangosabbak, az egyik a Quintessence, a másik pedig a Brillante. Ezeken a versenyeken ugye most már bevezették a 100 pontos értékelési rendszert, tehát elvileg sokkal szofisztikáltabb bírálatra van lehetőség, és elvileg ezeken bírál a legrangosabb testület, úgyhogy ezekre küldtem tételeket. Az eredmény számszakilag 1 arany, 3 ezüst és 7 darab bronzérem, ráadásul az aranyérem a 100 pontos rendszerben 98 pontot takar, úgyhogy azt hiszem azért van mire büszkének lenni, illetve ezek az eredmények is mutatják, hogy az oszlopos főzőben van potenciál, lehet vele akár a legrangosabb versenyeken is bőségesen jó eredményeket elérni. Jövőre folytatjuk. A következő versenyekre szintén vannak már kész tételek, illetve talán a most főzés alatt állóból is jut valamelyik versenyre, meglátjuk. Én javaslom, hogy mindenki ezért próbálja ki, induljon versenyeken, még akkor is, ha ez a 100 pontos rendszer még egy kicsit döcög, még a bírálóknak is talán ki kell találni, hogy mi mennyit ér, hogyan érdemes súlyozni, de összességében jó kezdeményezés, és mindenképpen hasznára válik a hazai pálinka főző közösségnek.